És majd is van mellettem Cagány Alexandra, szia, köszöntelek a műsorban. Szia. És hát a téma egyetemben nem más, mint a, hát a te legjobb napod. Nem, de hogy is a legjobb napod. Mi ez egész pontos? Ugye most hétvégén volt egy rendezvény, mesélj erről pár szót kérlek. Igen, nem csak az én legjobb napom volt, remélem, hanem a vendégeinké is. Egy nemrég indult online női magazinhoz kapcsolódik ez a különleges koncepciójú rendezvény. Uh-huh. Most szombaton volt az Akadémi Golf Budapest helyszínén, és tulajdonképpen egy nagyon úttörő koncepció ez, aminek az a lényege, hogy a virtuális lehetőségeket kihasználva személyes kapcsolatokat, tapasztalatokat, élményeket építsünk ezeken a rendezvényeken, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Ez az első ilyen kezdeményezés, én úgy tudom, hazai és külföldi viszonylatban is, hogy egy magazint élő dolgokkal, rendezvényekkel egészítünk ki. Egy olyan kérdés fogalmazódott meg bennem, amire szerintem nem vagyok egyedül, hogy kíváncsian várjuk a választ. Mitől lesz jó egy ember napja? Jó kérdés. Ugye? Szerintem mindenképpen attól, hogyha meg tudja teremteni azokat a lehetőségeket a napjában, amitől jól érzi magát, amiben plusz tapasztalatokat, élményeket szerez. Nekünk is ez volt a célunk, hogy teremtsünk egy olyan napot a vendégeinknek, amikor tulajdonképpen csak róluk szól minden, olyan cégeket hívtunk oda nekik, közvetlenül a magazin oldaláról, hiszen ezekről a cégekről mi már írtunk nekik korábban, akiknek a munkáját nagyon elismerjük, illetve termékeiket, szolgáltatásaikat, programjaikat meleg szívvel ajánljuk nekik kipróbálásra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy pontosan, hát, ha nem márka szerint is, de milyen termékekről van szó, hogy milyen programokat kell elképzelni? Hát, hogyha olvastál már női magazint bármikor életedben, akkor azt gondolom, hogy... Csak. Akkor azt gondolom, hogy tudható, hogy egy női magazin elég sokrétű, sokféle dologgal foglalkozik. Divat, életmód, sport, gasztronómia, ez mindegyik területről. Így van. Tehát volt, teljesen díjmentesek voltak a programok, díjmentes sminkelés volt, jobb vagy féltekés rajzolás, ékszerkészítés, mindenféle kiállítás programok, illetve standoknál folyamatos aktivitás volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy elég sok mindent kipróbáltak a hölgyek, családok nálunk. Uh-huh. Hogyan lehet azt konzerválni, hogy minden napunk a legjobb legyen? Sőt, szerint másik kérdés, hogy szerinted egyáltalán ez lehetséges? Persze. Én azt gondolom, hogy ha teszünk érte minden nap, akkor ez lehetséges. Az is a cél nyilván, hogy egy ember boldogan élje minden napját. Amit mi megtehetünk, az, hogy amivel ugye naponta kapcsolatban van egy ember, például az online világgal, azon keresztül minden nap olyan hasznos, színvonalas tartalmat nyújtunk, amivel egy kicsit hozzájárulhatunk ahhoz, hogy neki jó napja legyen. A következő kérdésem kicsit összetett, és hát nem véletlen, hogy felteszem, mitől lesz jó egy nőnek a napja? Mert azért kérdezem, hogy ha egy nőnek a napja jó, akkor nyilvánvalóan a férfiaknak is, főleg a párkapcsolatokról beszélünk. Ez fordítva is így van egyébként. Ugyanazt tudom mondani, amit az előző kérdésre. Egy nőnek szerintem fontos a törődés, fontos az önelfogadás, hogyha olyan élményeket tudunk adni nekik, amelyekkel ezt elősegítjük, hogy kicsit jobban elfogadják magukat, egy kicsit jobban el tudjanak lazítani, egy napon ki tudjanak kapcsolni, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenképpen jó dolog történik vele, jó napként tekintenek arra az időszakra. Szumma szumárom, kijelenthetjük, hogy mindenkinek legyen jó napja, ha teheti. Alexandra, köszönöm szépen! Köszönöm!